Akusztik műsorban olyan dalokat hoztunk, amely az elmúlt 20 év, igazából 20 éves a zenekar, és az elmúlt 20 év munkásságából a javát hoztuk, azokat a dalokat, ami a lelkünkből szól, a szívünk csücske, és úgy gondolom, hogy a közönségünknek is, meg a rajongóinknak is a kedvencei. Hát megpróbáltunk nem kihagyni olyan dalokat, ami mondjuk nem olyan fontos, de lehet, hogy a közönség vagy a hallgatóság szeretné, úgyhogy tényleg egy olyan válogatás, nagyon nehéz, mert különben 8 lemezünk van már ugye 20 év alatt azért felgyújt, és megpróbáltuk összeválogatni a legjobbakat, és a legszebbbeket, és a legszívhez szólóbbakat. Lehet a történet, magukba zárnak Isten, a megtört méret, a történet épül. Abszolút olyan koncertet hoztunk mára, ami igazából, hát egyelőre egyszeri és megismételhetetlen, de én nagyon szeretném, hogy azért ennek folytatása legyen. Hát ugye itt van egy gyönyörű zongora, egy nagyon tehetséges zongorista barátunkat hívtuk meg erre a koncertre, mint vendégművész. Ugye vannak perkák, vokalisták, szóval 10-en vagyunk a színpadon, és szerintem azért elég ritka a mai világban ilyen nagy manőverű zenész társadalmat összecsődíteni ide a színpadra. Rudán Gyót hívtuk meg vendégnek erre a műsorra, erre a koncertre. Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsátunk, azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk. 2016-ban még együtt dolgoztunk, Erdélyben volt egy karácsonyi ünnepi koncertturnénk, ahol őt is meghívtuk, és nagyon-nagyon jó volt a közös együttműködés, és úgy gondoltuk, hogy itt az alkalom pontosan ma, és itt, hogy ennek folytatása legyen.